Az adósok személyes adataival élhetnek vissza a végrehajtók, konkrétan az adósok lakcímére vonatkozólag érkeztek be hozzánk különféle panaszok, mivel több elektronikus ingatlan árverési hirdetményen szerepelnek olyan lakcímek, amelyek nem azonosak a hirdetményen szereplő árverezés alatt lévő ingatlan címével. Így a végrehajtók jogtalanul bocsájtanak ki személyes adatokat harmadik személyek részére az adósokról. Érdekes, hogy nem általános hibákról beszélhetünk, hanem gyakoriról, de egyes végrehajtók folyamatosan véghez viszik ezt az adatvisszaélést. Az így is meghurcolt adósok ennek következtében joghátrányok érhetik, mivel bárki számára elérhetőek lehetnek a jelenlegi lakcímük, illetve levelezési címeik. Ezáltal személyes zaklatásnak is lehetnek részesei. Adatvédelmi kezelési problémákat vet fel ezeknek a hibásan közzétett hirdetmények tartalma, mivel a törvény által előírt tartalmi elemek közé nem sorolandóak ezek a személyes adatok, és így az adatvédelmi törvénynek nem tesznek eleget kellőképpen a végrehajtók. Aggályosnak és szükségtelennek tartjuk ezentúl azt a joggyakorlatot is, hogy az önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni az árverési hirdetményeket. Ez nem csak plusz terhet ró az önkormányzatokra, hanem a jelenlegi elektronikusan zajló ingatlan árverések esetén majdhogy nem haszontalannak is számítanak. A Mi Hazánk mozgalom a jelenleg fennálló adatvédelmi hibák felszámolása érdekében a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fog fordulni, hogy állapítsa meg a jogsértés tényét és szólítsa fel a Magyar Végrehajtói Bírósági Kart, hogy számolják fel a népnyúzó végrehajtók által elkövetett jogtalan adatkezelést.